Orbán Viktor az egyik legerősebb magyar nemzeti érdeknek nevezte azt, hogy Törökország mindig olyan erős és stabil maradjon, hogy képes legyen az Európa felé tartó illegális migrációt megállítani. A magyar miniszterelnök kifejtette, kulturális, gazdasági és politikai területekről is szó esett, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről is beszéltek, amely mindkét ország számára kiemelten fontos. A helyzet úgy fest, hogy Magyarország biztonsága az közvetlen összefüggésben van Törökország stabilitásával. A stabil török kormányzat, a stabil Törökország az előföltétele annak, hogy a migráció szárazföldi útvonalán ne fenyegesse Magyarországot semmilyen veszély. Ezt szeretnénk világosan kimondani, hogy a egyik legerősebb magyar nemzeti érdek az az, hogy Törökország mindig olyan stabil és erős legyen, hogy képes legyen a térségben békét teremteni, illetve a térségből Európa felé igyekvő illegális migrációt megfékezni. A gazdasági együttműködésről Orbán Viktor azt mondta, szerinte erőteljes a kereskedelmi kapcsolat, de mindenképp javítani kell azon. Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, a két ország együttműködése több területen kitűnő. A közös gazdasági volumen, kereskedelmi volument 6 milliárd dollárban tűztük ki. Szeretnénk a lehető legrövidebb időn belül elérni az 5 milliárd dolláros kereskedelmi volument, illetve a magyarországi török befektetéseket bővíteni. Az utóbbi években egy komoly bővülés figyelhető meg, elégedettek is vagyunk ezzel a tendenciával. Erdogan az Európai Uniós csatlakozásról is beszélt. A török elnök szerint az EU-nak őszintén meg kell mondania, felveszik-e Törökországot vagy sem. Kedden Magyarország-Törökország üzleti fórumot tartanak Budapesten, amelynek nyitó beszédét a török államfő tartja. Az eseményen több mint 150 magyar és török vállalkozás vesz majd részt.